sbagliato, miscio. Bene. Sziasztok, kukikáim! Azt mondja, cannot connect to Demon Souls server. Hát, jó, bár első körben nekünk nem is ezt kell csinálni. Itt az ideje, hogy egy nagyon rövid stream keretei között megcsináljam Lakatos Lionel Richie-t. Érzek magamban végre annyi erőt, hogy egy kicsit játszak. Úgyhogy... akár elkészíthetem a karaktert, ha már ez a helyzet. Body type B, Lionel Richie, ő férfi. Player name. R3. Cyanomander. Nézzük csak. La... Katos Lionel Richie. Hop 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 hop. Nem engedi az egészet kiírni. Ez még három karakter kell, az nagyon sok. Hát akkor... L... Pont... Ő így lesz, így lesz. Szia Bence, szia Krisz. Ricsi. Most ne nagyon kérjetek tőlem az autizmust, mert nincs rá semmi energiám. Vagy feleslegesen... Költétek a pontokat, ha úgy van. Na nézzük, azt mondja először is. Thief. Starting gift. Providential ring. Az... Appearance, na. Amúgy... Alapvetően arc típusra, szőrzetre nem is rossz ez az induló. Csak a skin tone az nem megfelelő. Talán... Hát ezt hiába kérted, Anomander. Én pont most mondtam. Beteg vagyok, nem tudok. Vagy ha tudok is, valami nagyon gyenge dolog lesz belőle. Ez így nagyjából adja, nem? A Covid nem engedi, hogy autizmus generátort csináljak. Vagyis hát én nem nagyon... Így is alig érzem magamban az erőt, hogy egyáltalán nekiálljak streamelni egy kicsit. Nem mondom, csináljuk meg a karaktert. Jó, szerintem... arcszínre jók leszünk. Nem? A haj is... A haj az tökéletes. Nem tudom, hogy kell-e... bajusz, vagy szakál, vagy valami ilyesmi. Na, erje. Köszi. Ez jó lesz. Várja. Melyik volt az ez? Ez jó lesz szemnek. Az milyen szem, hagyjam. Az a lelketlen Lionel Richie. Alapból jó lesz. Glow nem kell, spacing. Oké. Szerintem jó lesz. Külön bajusz szakál kombó nincs, nem tudom, milyen megnézem. Szia Pisti! Mo, azt mondja. Töntem, hogy így jó lesz a szeme. Nézzük csak... face. Nem. Facial hair.
Van külön. Ja, várjál. Ez a bajusz rész. Azt a bajuszt, te. Uha. Ez nagyon adja. Jó. Ez nagyon adja így szerintem. Így. És akkor vannak meg még az oldalsó. Így. A Blaha Viking. Főnök. Nincs egy telefonod buszjegyre. Ah, jól van. Nézzük csak, mi van még itt. Ezt mondja, haja. Hát nézzük meg a haját, de szerintem ez jó haj. Az is kemény. Nem, jó volt az eredeti haja. Így van. Kicsit dagi arcú. Jó. Szája. Mondjuk. Jó. Mi a szar ez? Ez micsoda? Kecsi, ez én vagyok. Ez az. Hát főnök. Főnök, tényleg csak cigire kéne. Jó, ez jó lesz. Azt a fogsort, a csém. Ne lépj rá, légy szíves a kamerára, jó? Jó van. Kell valami nagy zsidó orr. Ez jó, így, és akkor... Pont jó lesz. Valami bazantos szemöldök is kéne. A Unibrow az jó lesz, nem? Ha. Igazából fekete kellene. Ilyen sötét fekete bozont. Mondjuk... Talán így jó lesz. Ó, ilyeneket is lehet tolni bele, tök jó. Majd egyszer lehet csinálunk valami hasonlót is. Scars. Hallókák. Az igen, ilyenje is annak.
Na jó, nem, alap az jó lesz. Jó, és akkor, hát ez... Finalize. Na, mehet is akkor, Lionel Richie. King Alant the 12th. Igen, szeretnék Nexus Journey-t nyomni. Nézni a karaktert valahol. Levenni a fejest. Nem kell. Be van állítva, hogy ne legyen. Én is az vagyok. Csak mellette beteg is. Rontani, némiképp egy kicsit alább hagy a boldogságom. Hát ott levettem a... Vagy nincsen... Be van állítva, hogy ne legyen fejes, úgyhogy... Nem látszik a fogsora, nem vigyörög. Ezt szétszúrkodlak, té! Nyiszi, 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 nyiszi. Na, csst. Folyik belőlem az izzadság, mint az áll. Nem baj, kell. Gyógyuláshoz kell. Igen, a Vanguardnak nincsen cigie, úgyhogy meg kell halnia. De itt lehet leesni. Akkor melyik kell leesni? A körrel. Macika, maradjál már csöndbe egy kicsit. Well. A Forlorn Outpost. A veséjébe. Bele a veséjébe. És akkor még mit lehet csinálni? Futni. Futni? Nyá! Ez. Ez a peri izé animáció. És arra vassza kell ütni? Kétszer megbököm, egyszer torkot vágok. Tisztára Ricsinek való, nem? Szia, Velkor! Szia, Bálint! Nekem is van egy Bálint. Uh-huh. A szánalmas előörs, igen, a Forlorn Outpost. Nézd már, nem engedj, hogy mögé menjek. Nem hátba szúrja, hanem így oldalt, így bele a veséjébe, vagy nem tudom, valami hasonló helyre. Nagyon kemény. Na, menj innen, mert most boss harcolok. És ott a damage.
nagyon közel vagy a falhoz, menj már innen el. Nem te, hülye boss. De mekkora egy rohazék, hogy beáll a fal, hogy nehogy megkörbe tudjam menni. Hány százat kell ebbe beleütnöm amúgy, ha így meghalljon vajon? 14 damage-ekkel. Anyád. Benéztem egy kicsit. Jó, hogy nem volt ott. Nézd meg a rohadékot, tehát menj már el a faltól! Már most már nem is falnál van, hanem a sarokban. Szia, Dragongád! Majd találkozunk még. Majd megismered a késemet. Félelet? Jaj, de rosszul mozdultam. Beszorult a levegő egy pillanatra. Fúj, de utálom. Ezt akkor meg kell találni azt a pozíciót, ahol tudsz menni rendesen egy levegőt, és akkor elmúlik csak addig. Szétszurkál, mint Ricsi. Egy adag. Ott van a cuccos. GG. Azaz. Hello. Nagy paparuci. Ez a melegítő. Ebben izzadok, amikor beteg vagyok. Egy kicsit felszántottam az arcommal a betont, vagyis hát ott azt a kavicsos részt. Bla bla bla. Anexus. Tök jó, hogy ilyenkor nem veszi el a szoljaimat. Ez mondjuk értékelendő. Ettől kozos képű Lionel Richie. Így van. Ettől a Brofist-től a Dragongárdnál. Ékes, ne hogyan... Nincsen... Nincsen trekkelés. Oh.
hogy... Az a baj, hogy nem tudom felszedni a Secret Dagger-t, amíg meg nem öljük a izét, hanem ugye nem tudok elmenni a latriába. Csak akkor, hogyha a falang megdöglött, és a monumentállal tudtam beszélni. Nem rossz fegyver ez. Még így kezdésnek se. Viszont muszáj leszek tüzes rezint szerezni a falanxhoz, mert másképp nem fogom tudni átütni a védelmét. Lobinnal is csak úgy fogom tudni megölni, hogyha viszek magammal a firebombot és ledobálom róla legalább egy részéről ezeket a szarokat. Akkor utána le lehet lőni. A másik. Meghalok. Mert az halál, hogyha oda leesel. Halálszakadék. Akkor miért van itt a kék? Crescent Moongrass. Nem baj, attól még nem akarok többször is meghalni, ha nem muszáj. Megnéztem, hol van egyébként a Secret Dagger. Mailbreaker. Ez jobb, mint az enyém amúgy. Aha. De ez ilyen lassú szar. Nem jó. De megnézzük az animációját, aztán visszavágyjuk sem a később. Sokkal menőbb ennek a késnek a izéje. A riposztja. Gyerünk! Miért te közelből akarsz firebombot dobni? Hülye vagy te? Mennyire gyászos volt. Nézd meg, egyszer akarom megnézni a izét. Ezt a hülye szurkálódást akkor se sikerül, hiába perizem le. Azt adja nekem, nem Pine Resin-t. Nem menjünk oda a piros szemű lovakhoz. Viccelődni. Nehogy megint... Nézd meg. Legorultam. Nem tudok. Négy kell az első szintlépés, ez nem három.
gondolnád, de ne, nem. Jó, a Bastard Sword már nem kell, úgyhogy ott is maradhat le. Szia, Márk! Leparizom a piros szemünk. Hát igen, csak van sok. Tehát, hogyha elbaszom a perit, akkor meghaltam. Annyit nem ér. Hú, micsoda körkörös csapás volt ez. De merre van a piros szemű lovag? Micsoda? Erre van a piros szemű lovag? Erre van a piros szemű lovag, igen. Ott. De én oda nem megyek, mert megöl engem. Megoldás, ne bazd el. Vagy a másik megoldás? Gyere vissza később, amikor már nem vagy one shot. Ez a jobbik megoldás, szerintem. Az a kék szemű lovag. Kék szemű lovag az jöhet. Hát akkor megböklök hátul. Hallod, miért nem megy a pari? Júj, micsoda késletetett támadás volt ez? Miért? Már az össze lehetsz. Hűha. Légy színe. Aha, itt a crossbow, majd hogyha crossbowzni kell. Milyen hangja volt, hallottátok? Miért üvöltött, ahogy leesett így? Hát ez nagyon jó. Imádom az ilyen apró részleteket. Na, itt vagyok, fölveszem. Berakom a izébe. Nem de sok értelme lenne, úgy se lehet eladni semmit. Tarika nyomja a zenei aláfestést. Na. Vegyük fel a klingringet. Hasznos lesz így az elejére. A Bluepoint jó munkát végzett, ez igaz. Nézd a bal, a marhát. Adjál csak, ez a spinezin. Ez kell majd a bossi bosshoz. Meg a piros szemben. Aha. Bal marha. Azért jól le tudnak darálni. Itt csak fel ezt egy gyűrűt. Sincs most jobb egyenlőre. Az a regeneráló gyűrű amúgy tök jó, amit amikor felszedtem. Jethair Ornament. Szeretnék addig eljutni ebben a streamben, felveszem a Secret Dagger-t. De többit meg majd valamikor folytatjuk. Sajnos nem tudom megígérni, hogy mikor. Mikor épp olyan állapotban leszek, de mindenképp szólni fogok. Csoda. Dehogy nem.
lehet ezt dobni. Nem szeressük a tüzeseket. Csak ügyesen, okosan. Ne, meghallja. Csak ügyesen és okosan kell csinálni. Jó, kaptam egy teleszkópot, ez nagyon kell. Ennél jobban semmi sem kell, mint ez a teleszkóp. Ne, akkor ugye osztra van, majd én itt intézem a dolgokat. Item nincs. Ebben a színén legalább item van itt. Ja, itt a szimitár. Ami amúgy egy egész jó kis fegyver. Ne! Hülye osztraba már! Téged csapkod, aztán engem talál el. 410 szólt adott ez. Az igen. Utálom az NPC-ket, mondtam már. Csak zavarják a játékodat. Azaz. Hogy tudsz már spamolni egyfolytában engem? Úgy, ahogy én mi? Én is pont így tudok. Na, itt van. Ezzel már tudok upgrade-elni. És valószínűleg fogok is. Lépcső alatt volt valami tudsz? Nem, nincs. Jól van. Lany. Blank. Azt a szteroidos anyátok, hogy mi a szar? Bazeg. Még mindig hiányzik, nem könnyebb. Csak én pont sorra kerültem, igazából ennyi. Fél év, vagy szeptember 17-én adtam le a rendelést. Úgy boltfüggő is. Van, akik néha így kapnak egy-egy darabot aztán. Elég fogy a hílem amúgy. Már mondjuk az is igaz, hogy vannak másfajta híljeim is, úgyhogy nem annyira para. Már van a barátod. Így is jó. Nézd már, azért hátba lő még egyszer. Te kis genyó. Te le fogsz minden esni. Nagyon jó, hogy üvölt egyet, miközben leesik. Nagyon, nagyon tetszik. De nem kellett, hogy belehaljon. Jó, és akkor erre mi van? Erre is van... Ennél mi? Úgy emlékszem. Aha. Jó, úgy a ketten is. Hopp. Hopp. Az egy sajfém a backstabre.
Nagyon jó. Azért akarok erre jönni. Az milyen delay volt, hallod? Te meg amúgy mi bajod van neked? Olyan lassan ütsz. Hát ez a katona. Na, az lekövetett, az előző nem tudott. Az jó, hogy lassan üt, igen. A csúnya. Ezt megöltem? Tovább hozzá még. Csak eldobott egy firebombot. Ez elment. Hello. Van-e neked pine resined? Nincs? Milyen gyászos kutya ez, nincsen neki pine resinje. Sőt, még nyila sincsen, bár az nyilak vannak az izében, a Nexusban. Kell-e nekem bármi tőled? Firebombom is, igazából van elég. Hát pine resint azt vásároltam volna, de így. Így nem. Hova ment el a barátod? Máshol. Máshol? Uh-huh. Elsétált. Mindig hozzá esélyt. Boletária. Mindig hozzá akarom menni. Igen. És mindig a barátokhoz akarok menni. Vala. Amúgy van valami a kövek mögött? Nincs. Nem emlékeztem rá, hogy ott esetleg lapul-e valami kis loot. Ha ezt nem verem ki, akkor az íjászok kilövik mögöttem, igaz? És akkor engem is elvizél. Elvisz. Én még a másikra gondoltam, de jó, hát így is jó. Most nem megyünk oda viccelődni a sárkányhoz, de alulról a cuccot felveszük azért, az alsó szintről. Sárkányon nem viccelünk, mert sárkány megölünk minket. Itt elbújunk a szikat balra. Itt van egy Homeward-ból, meg egy... csak a kettő Homeward-ból, meg... jó kis full moon grass. Egész jó kis életmennyiséget adott minden full moon grass. Jó. Na, nincs csak. Balra. Na, jön már csákány. Mondom, hogy merre jössz már? Jön el. Megállunk így. Úgy. Úgy. Ennyi visszaed. Hát ezek kapták. Fégyulladtak mind az állat. Ide szerencsére nem ér a sarkán. Nézd már a négy emlékes.
mocskás. Szavaztok. Kicsit jobban haladunk, mint az első ramom alkalmával, nem igaz? Jó, mondjuk ott vicces dolgokat csináltam. És mit csinálod? Kinyitottam a nagy kaput. Szia, Smoke Joint. Nézd már, menj be innen te! Normális. Azt szed csak fel. Négy darab Pine Raisin, ez nagyon kellett. Egész jó bírja a tőre amúgy. Már mennyit csapkodtam vele, azt még mindig semmi... Jajjaj! Kifelé. De ne állj bele a falba, Isten barma! Na, no, vagy? Egyedül vagy? Miért vagy egyedül? Miért vagy egyedül? Na. Hogy? Az az dojás, hogy... Na. Tök jó, hogy odébb lehet lökni. Gyerekbuborék. Milyen gyerekbuborék? Az, amit most ütöttél le. Azt nem tudom, hogy a Perry meg a backstab az bántja a durability-t vagy nem. Milyen, ezért tök jó az a kongó hang, nem? Ahogy így csapkodom a pajzsot, úgy érzi, hogy a pajzsot ütöm. Áú, paraszt. Poroszt. Na jól nézzük meg akkor, menjünk haza, aztán fejlesztünk egyet ezen a kis töröcskén. Bár igazából nem akarok, mert akkor meg nem lesz anyaga izére. Tudod mit lesz? Tudod mi lesz? Semmi nem lesz. Berakjuk ezt. Meg ezt. Meg... Hol van a Pine Resin? Fölvettem egy párat. Itt van-e. Kész. Menjünk boss törni. Late Bone Grass? Az mondjuk nem, de a Half Bone Grass az jöhet. Azt igen, egyszer. Úgy. Ezt mondjál a bosszról. Sok szar darab. Többit pedig így legyenek. Hogy összezár, tiszta jó. Na-na. Meg ha
Gyerekbuborék. Gyerekbuborék. Hallottátok, ez a boss a gyerekbuborék. Ez a boss elmen a Bloodborne-ba is. Hát elég sok dolog van innen, ami tiszta olyan, mint a Bloodborne lenne. Nem véletlenül innen vettek egy adag inspirációt szerintem. Ahhoz a játékhoz. Szóval most valahogy úgy kellene elmennem Latriába, hogy nem döglök meg. És fölveszem a Secret Daggert, és visszajövök, és azt kezdem el fejleszteni, és nem ezt. Sharp Secret Dagger lesz, tehát majd Bladestone-t kell farmolni. Senkinek ne legyenek kétségei. Nem fogom kifarmolni a Pure Bladestone-t. Várjál, hol van ez? Egyet már szereztem a másik karakteremmel, úgyhogy most azt fogom felhasználni majd. Biztos, hogy nem fogom százszor megölni azt a fekete csontfázat, hogy hát, ha egyszer kidob egy Pure Bladestone-t. A többit kifarmolom, azzal nincs gond, de az fúj. Azt hiszem, hogy talán plusz 3-ig, vagy plusz 6-ig kell elvinni, hogy sharp lehessen belőle. Tudom, itt van még fönn egy ilyen humanitis, de igazából pont leszarom az ember alakká varázsolót. Úgyis meg kell halnom most, hogy ne legyen annyi életem. Bár igazából nem, most megkockáztatjuk, hogy így megyünk el Latriába ember alakban, hogy legyen sok-sok HP-nk. Hogy több eséllyel nem halunk bele az utazásba. Kettő szintet kell menni. Elég közel van a tőr, csak hát meg kell ölnünk ugye két ilyen lúfaszt. Azt a csodát. Ugye ezt majd okosan ki kell taktikázni. Szerintem benyomok egy ilyet is. Aztán majd meglátjuk, hogy le tudom-e staggerelni ezzel a késsel. Ja, csak vissza. Áú. Mi a fene? Szia, Hamu, köszi szépen. Na ez egy, még kettő ilyet meg kell ölni, azt hiszem, és akkor jók vagyunk. Nem érdekli a stagger, sajnos, ahogy én elnéztem ezt a kedves ellenséget. Úgyhogy majd okosan kell csinálni, majd dotgeolni is kell közben. Azt meg biztos nem kérem, Gyere ide. Au. Csak felrobbantam. Oké. Te is menjél el innen. Na, elfogyott a Pine Resin. Legyen tele az életünk, az a tuti. Az biztos nem, hogy nem fogsz itt megbénítani engem. Téged nem lehetem úgy vakstabolni? Dehogy nem. Ah, de jó, jaj, de jó, lehet vakstabolni, az. Oké. Ez itt egy kulcs. Akkor ezzel fel tudunk menni a 4-es szintre. Tudtam menni PS5-öt. Így van. Hát, a rendelés az... Most jutott el hozzám az előrendelés. Az előrendelői sor, az most jutott el hozzám. Illetve... kb. Egy hete. Adj csak ezt ide, Age Spice. És nem nagyon akarok innen lootolni semmi más, csak a tört. A szeptember 17-e reggel 9 óra 15-ös rendelésem, az azt hiszem pénteken teljesült. Most pénteken.
De hogy mikor kezdtem streamelni a Demon's Souls? Nem péntek este? Csütörtök este? Valami ilyesmi. Na, még van itt még egy... Szerintem még egy ilyen... Nincs? Hú, de jó lenne, nem lenne. Ja, dehogy nem, mert el kell mennem a kulcsér is. Ó, csesz meg. Ennek az utolsó cellában van egy luk a falon, amin át kell menni, és akkor itt már lesz még egy, akit meg kell gyilkolni. Hello! Gyere csak ide! Gyorsan gyere ide! Hallod, ez még így is átüt a falon. Menjél már, ilyen messzi rohadt ez a hülye robbanás. Azaz. Nem leszek szellem. Pusztuljon el. Nem. Másik irány. Várja, nem erre. Arra. Még jó, hogy ez nem halálszakadék. Ilyenkor csak leesel egy szinten lejjebb. Két kézben milyen a bakstab? Azt megnézem majd mindjárt. Remélem nem kell már még egyet meggyilkolnom, mert most így... Szerintem... Nem, egy pioneer-zi nem még van. Milyen nagy pálya ez. Leesel, aztán 1000 évet kell futnod, mire följutsz a következő, vagy visszajutsz oda, onnan leestél. Na szóval. Igen, és akkor megint keresztbe futok, akkor ott is a túloldalon, a utolsó cellába, megint át a falon. Aztán majd vissza kell jönni ide, mert ugye ide kell a kulcsra nézni, majdnem lefutottam a szakadékba. Miért ember alakban rohangálok, hogy ne dögöljek meg? Kockáztatok! Hogy több élettel, több élettel, több esélyem van túlélni ezeket az a csápos idiótákat, mert nem arra. Csak addig megyek ember alakban, ameddig a kést fel nem tudom szedni. Szia, Trex. Ó, köszi szépen neked is, megújult a... feliratkozásod. Na nézzük csak, itt van ebben van itt. Egész pontosan ebben a teremben van. Merítem őket az évéres. Miért jobb a szellem alak? Azért, mert ha a szellem alakban meghalsz, az nem bántja a tendenciát. Minden világnak van egy saját tendencia mérője, és hogyha ember alakban valamelyik világban meghalsz, akkor a negatív irányba tolódik a tendencia. Kivéve, hogyha szellemformában vagy, mert az nem számít. Na, itt van a Secret Dagger, mehetünk haza. Járne, van a kló is, pontosan itt volt a kló, most szedtem fel. Nem, arra nem megyünk, mert... Ja, de arra megyünk, erre van visszafelé. Na gyorsan megkeressük az Archstone-t visszahaza, aztán fejlesztünk egyet a Shattered Daggeren. Ez a fegyver amúgy egy icipicit erősebb. Milyen kis vadászkés, figyeld? Kicsit lassabb lenne. Na, hol van itt a kijelent? Itt van. Nem oda, Nexusba, idióta. Szóval a Demon's Souls az úgy néz ki, hogy minden világnak... Megnézem a bakstabot, meg a parit is mindjárt. Úgy néz ki a Demon's Souls, hogy minden világnak van egy ilyen tendencia mérője. Mind az öt Archstone-nak. És ez egy plusz 3-tól minusz 3-ig terjedő skálán mozog.
ahol a plusz 3 a pure white, a tiszta fehér, a mínusz 3 pedig a tiszta fekete. Minél fehérebb egy világ, annál könnyebbek az ellenségek, könnyebben halnak, viszont a lootjuk sem, a lootjuk nem annyira jó. Minél feketébb egy világ, annál erősebbek az ellenségek, több az életük, több szólt adnak, és minél feketébb megjelennek ilyen extra piros ellenségek is, akik még keményebbek, tehát nehezedik a játék tőle, és úgy van, hogy minden világban van olyan rész, ahova csak akkor lehet bemenni, hogyha tiszta fekete, vagy akkor, hogyha tiszta fehér vannak. Tehát ez úgy kell képzelni, hogy tudom én, itt Boletáriában például, mindjárt bemegyek és megmutatom, mutatok egyet. Szia, Maki. Na, upgrade-öljünk, jó. Először Reaper. Hogy, és akkor upgrade a weapon. Sacred Dagger. 1. Sacred Dagger. 2. Sacred Dagger. 3. És akkor ebből az irányból már szerintem tudok Sharp felé menni majd. Nem szabad a 4-es benyomni, akkor nem tudok. Na, tehát ide bemegyek. Itt rögtön Boletáriának a legelején van egy olyan rész, amiben csak akkor tudok bemenni, hogyha Pure Black-es a tendency. Ahhoz nekem itt háromszor, nem most már négyszer meg kéne halnom ember formában. No, ez már nem is. 68 egy ütésre. Na gyere ide! Aha, jó, ugyanaz. Ugyanaz a... animáció. Két közös backstab. A két közös backstab az meg a... ilyet is láttunk már, de az nem az. Ez a kapu. Vagy várjál, megmondja az üzenet is úgyis. Ja nem, igazad van, ez white-os, nem black-es. Szóval, hogyha teljesen white-os a tendency, tehát hogyha még megölök két bosst ezen a területen, a Tower Knight-ot meg mondjuk a Penetrátort, és közben nem halok meg ember alakban, akkor ide visszajövök, ez az ajtó nyitva lesz. És akkor oda hátra tudok menni, ott lesz egy csomó kristallizált, meg mindenféle csoda. Ott látjátok? Ott egy rakás item, meg oda föl lehet menni, meg ott is van egy ajtó, ahol nem lehet bemenni, csak úgy, hogyha onnan mész, stb. Tehát itt vannak ilyen dolgok. Van ilyen fehérre, és van ilyen feketére. Illetve azt hiszem, hogy a szintelen démonok csak akkor jelennek meg, hogyha pure black a dolog. A boss fegyverek upgrade-eléséhez colorless demon soul-ra van szükség, és minden világban egyetlen egy darab van. 5-öt tudsz belőlük szerezni, és így tudsz kimaxolni egy boss fegyvert. Na jó van, én azt mondom, hogy a mai kitűzött, vagy ennek a streamnek a kitűzött célját elértük. Azt kell gyorsan megnéznem, hogy a sárpot ezt hogy is tudom megcsinálni. Secret Dagger plusz 0. What? Micsoda? Na várja. Nem úgy van az. Ugrade. Hol van ez? Nexus. Upgrades and materials. Ez kell nekem. How to upgrade weapons. Ez az. Na mutatom srácok, hogy mi a helyzet. Demon Souls kovácsolás tutorial 1.0.1. Szóval, azt mondja, meg kell keresnünk a tört. Hol van a tőrünk? Street Swordok, Axok, Polarmok. Hol van a dagger? Zöld. A zöld a dagger. Innen indulunk, ez a default részünk nekünk a daggerre, és a nulláról tudunk rögtön sárpra menni. Jó, akkor viszont majd csezd meg. Akkor viszont majd kell szereznünk egy olyan kavicsot, ami visszaalakítja nullásra a tört.
és akkor úgy tudunk sárp irányba elmenni majd, de azt majd csak akkor fogom megcsinálni. Akkor jó, akkor az lesz a terv, hogy először fölnyomjuk ilyen, mit tudom én, plusz 6-ig, vagy valami hasonlóig a large shardokkal, aztán elmegyünk a negyedik világba, megcsináljuk az első boss-t, az adjudikátort, és akkor utána tudok farmolni a 4x2-n tudok farmolni Blade Stone fragmenteket, vagy ezért shardokat, és hogyha van már elég ahhoz, hogy egyből kimaxoljam, akkor áttérünk az egyből kimaxolt késre, és úgy fogunk tovább menni a játékkal. Tehát a következő terv az az, hogy elmegyünk a Stonefang Tunnelbe, ott lecsapkodunk néhány dolgot, ilyen minereket, ezeket a bányászokat, megszurkodjuk őket, mert azt nem szeretik. És akkor utána majd elmegyünk a csontvázas pályára lecsapkodni a bossibost. Ez lesz a terv. Elég jól néz ki ez a upgrade táblázat, amúgy nekem is mindig puskáznom kell, hogy mit, milyen irányba hogyan kell csinálni, hogy azt elérjük, amit én szeretnék. Annyi féle upgrade van, és nem is minden fegyvert lehet mindenféle irányba upgrade-elni. Úgyhogy jó lesz. Majd ha amikor ijeszkodunk, akkor itt ez a felső kell, elindulunk innen plusz 3-ig, és akkor innen plusz 3-ról tudunk átváltani Sticky-re, majd a Spider cuccokkal. Jó. Jó van, hát figyelj, ameddig a gyerek nem kell föl. Addig akár... Jó, mondjuk azért szintet azért lépjünk már. Nem, no. Yes, akarok nyomni. Mondom, yes. Yes. Szia. Picit leültem, jobban érzem magam. Dávidka? Go ahead. Próbáltam itt a dancikát csöndbe tartani, hogy tudjál aludni. Na pillanat, és akkor dexterity-re kell adnunk sokat. Ez a fegyver, ez dexes. Így. Illetve, ami még fontos, nézzük meg azt, hogy van-e valami ilyenünk, biztosan van, hát. Hogyni? Art thou finished? Igen, I am finished. Menjünk be a Cosmeting Dance-ba, én azt mondom. Ó, ez nem jó, akkor ez rossz játék. Na, elkapjuk ezt a kis genyót. Figyelj már, két kézre szúr! Ó, hát nagyon meg fognak halni a bányászok itt. Megint ember alakba járkálok, mi? Most azon gondolkozom, hogy kell-e nekem bármi, bárhonnan a Pure White-os részről. De szerintem nem. Akkor kellene, itt ebben a világban akkor kellene a Pure White, hogyha a Dragon Ball Smash-et szeretném megkaparintani. De az majd a bonkos rán lesz, az meg odé van. Tulajdonképpen mehetünk így is. Au. Sticky White Slime. Tök jó, hogy eléggé nagy tételben lehet farmolni ezt a Sticky White-os cuccot a Old Hero előtti részen. A Pure Black-en meg itt van lent, ott lent a lift alján a Colorless Demon. Igen. Valahol itt van, ott van. Röhögsz már.
azért azt mondjuk damage 245. Mit vihogol? Gyere közelebb, mert nem tudok mögéd menni. Szétváglak, hogy ez kész. És várjak vele. A Crushing. Crushing Battle Axe. Jó kis strength-es fegyver. Az elején egész jó kis strength fegyver ez. Van itt még valami? Igen, van. Egy Renowned Warrior Soul. Jaj, lehogy lemásszak valahogy, leessek ide a halálomba. Aztán abba halnék bele, hogy itt lezuhanok a liftre. Az viszont kell, mert az izé. Aztán vagy törhető szól, vagy valamilyen emberi alakot adó csoda. Ah, emberi alakot adó csoda. Ebből is ami rohadt kevés van, nem? És farmolni sem lehet, mert senki nem dobja. Nem én lennék az első, mert ebben biztos vagyok. Nem én lennék az első, aki innen lezuhan a halálába. Na, az itteni mányászokat jelentőjük, mert adják az upgrade anyagot elég jól. A sima vagdalkodásra nagyon jó kis védelmük van, de a szurkálásra nem igaz. Spider Stone Shard takarod. Mi raktál Spider Stone Shardot? Leszúrlak. Én a második ütés már nem szúrás, hanem vágás. Ez látszik is, hogy a sebzésen. Az első ütés az 85-öt. Csap a második, az meg már csak 10-et. 15-et. Ja, follow-a. Valakinél, Anika kicsit halkabban. Valakinél van itt egy zsák. Ugye jönnek a kutyák. Nálad van a zsák. Úgy, adjad csak a fejlesztő anyagot. Na, nem is rossz képzés. Kutyákok. Gyerek innen az ajtóból. Nem tudok mögéd menni. Gyere már. Meg ott áll egy helyben. Nem kell, hogy egy helyben áll. Dagadék. Full Moon Grass. Az sosem baj. Sharpstone chunk, Hearthstone chunk. Itt van egy-egy chunk. Ez durva. Igen, elfelejtettem, hogy te itt vagy. Az milyen kör alakú vágás? Búda. Blöty. Viszont, hát mondanám, hogy leveszem a klingringet, de nem, a tiefling az jó lesz helyette. Azt hittem nincs más hely, nincs hittem másik gyűrű. Tele van ilyen klausztrofóbiás helyen ez a játék amúgy. Főleg ezen a pályán. Akkor lemész a kis barlangokba. Úristen. Tiszta gyász. Gyászos kutya.
erre. És akkor itt úgy van, hogy ezen az oldalon kell futni hozzá. Nézd meg, de rosszkor gurultam. Ilyenkor lerúgom? Aha, nem baj, ha essen csak le. Nem tudok oda menni ezektől a szarokkal, hallod? Hagyjuk már. Ez mondjuk így nem annyira jó. Csak ügyesen. Igen, itt is van Faith. Demon's Souls-ban is. De nem fogunk tudni Miracle során csinálni. Egyetlen támadó Miracle van, és azt is az egyik, ennek a világnak az utolsó bossza adja. Nem, nincs mivel megsebezni az ellenségeket egy Miracle ránban. Van egyébként, mondom, lehet benne elég fészet nyomni, de csak akkor, ha már eljutottál ennek a legvégéig. Addig esetleg, mit tudom, ilyen blessed fegyverekkel mászkálhatsz. Jó, nem sokára abba hagyom. Lutty. Hasznos információ, hogy a kristallizárdok ők a szúró sebzést nem csipáznak. Várjál, elhagytam valahol a kart, ami ezt nyitja. De hol? De hol is? Jaj, ott van lent. Jézus. Ha lementem meggyilkolni mindenkit, de nem húztam meg ezt a hülyekart. Tiszta hülyekre, normális. Jó, igen, tudom, látom, azt nyitottam ki. Föl tudok menni valahogy? Esetleg ott körbe. Nem? Áj, nem. Jó, van, akkor megint körbe mászunk. Na, most már elérjük az első shortcutunkat. És nem rossz, Meltstone. Na ezzel kell lenullázni a tört. Plusz nullára visszavinni, és akkor tudok majd sárpolni. Half Moon Grass.
Nézzük csak. Ez kell. Esél a falról. Dragon Stone-ság. Lehet ám, hogy csinálok még egy kést. Mármint, hogy ez, meg a sima dagger, amivel indítottam, és akkor azt kifejlesztem valami, nem tudom milyen irányba. De jó. Nézd meg, hogy... Hogy légy szíves, ha már ott meg ötted, hogy ment utána, figyelted? Kapd már el! Na végül. Egy valamon, ma nem para. Többen viccelődnek, ez nem jó. Dancika? Le fogsz esni. Hát csak ide azt a zsákot. Köszi. Júj, mennyi minden volt ebbe. Watch out. Nem watch out-olni akarok, hanem felvenni a lootot. De azért köszi. Jó. Ja, shortcut. Találtam, hogy oda clear stone, de az nem érdekel. A liftet kinyitottam. És hát működésbe hoztam, úgyhogy most már tudok menni vele. Majd beleszaladtam. Ezt neked. Meg azt. Nem hallják, hogy én bakstabolgatok, vagy mi? Large. Large shard. Ez kell. Ez kell a továbbfejlesztéshez. Egyelőre. De figyelj, úgy baszkuráld azt, hogy már most nem jó. Várjál. Na Mika, ne bánts, légy szíves a zöld hátteremet, jó? Így. Addig szórakoztál vele, amíg már fehér a teteje. Föl kell mennem a gyerekért is mindjárt. Hogy is abba kell hagyni. Jó, na, ezt mondja, hogy először is így föl kell menni ide. Hogy... Így. Ott van egy gyíkocska. Hogy kellene, hogy... Gyíkocska, ne lásson meg engem. Au. Tudjátok ezt, hogy lehet jól megcsinálni így? Gyere ide! A tiefling rajtam van. Akkor kicsit később vesz észre. Steel Shield. Jó. Azt akarom, hogy azok, akik dobálják ezeket a hülye köveket, azok halljanak meg. Gyertek csak.
Oké. Most jó lesz. Aha. Akkor se kapott. Meg vagy. Oda néz, pure spider stone. Baszki. Nem tudom, hová estem az a helyzet. Á, látom. Jó. Na, muszáj abba hagynom, srácok. Mert most már tényleg fönn van a kicsi, ezt nem vele foglalkozni kell. Úgyhogy, ha hasonlóképpen jól érzem magam még este is, akkor lesz folytatása este ennek. Ha nem, akkor így jártam. Jó. Na jól van. Addig is sziasztok.